Meghalt Lorán Lenke, a Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész 90 éves volt. Az ország legnagyobb komikái között tartották számon. Alfonzóval, Kabos Lászlóval, Kibédi Ervinnel és Kazall Lászlóval is játszott egy színpadon. Na, mondom, a 90-et még két lábon a jó Isten adja, hogy megérjem azt a többi a halakét. Valóra vált Lorán Lenke kérése, ami egy évvel ezelőtt hangzott el itt az ATV-n a Nő háromszor című műsorban. Május 1-én töltötte be a 90. életévét. 16 éves korában már színpadon állt. Többek között az Operett Színház, a Vidám Színpad, a Mikroszkóp Színpad társulatának volt a tagja. A Vidám Színpadon például a legnagyobbakkal játszott együtt. Alfonzó, Kabos László, Kibédi Ervin, Kazall László voltak a partnerei. Színpadi szerepei mellett sok filmben és tévéjátékban is játszott. Például az Állami Áruházban, a Mese a 12 találatrólban, a Felfelé a lejtőnben, és évtizedeken át kihagyhatatlan szereplője volt a szilveszteri kabaréknak. Az ország legnagyobb komikái között tartották számon. A színpad mellett az életben is alapeleme volt a humor. Tükörben azt mondom reggel, hogy szemét. De ilyenkor nem tudom azt mondani. Ugye? És azt mindig elmondom, hát minden reggel. Munkásságáért 1968-ban Jászai Mari díjjal tüntették ki. 2003-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2007-ben pedig a Táncsics Alapítvány életműdíját.